Köszöntöm Önöket! Mai rendhagyó álláspontunkban a Rákosmenti piacra kalauzoljuk el Önöket. Műsorunk első felében a piacfelügyeleti vezetővel fogok beszélgetni, majd adásunk második felében a helyi árusok segítségével nyerhetnek bepillantást az aktuális piaci körképbe. Tartsanak velünk! Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket a beszélgetésre. Kérem, kezdjünk azzal, hogy mióta is üzemel a Rákosmenti piac. Üdvözlöm, köszönöm én is a felkérést. Üdvözlöm a Rákosmente TV nézőit. Erre gyors választ tudok adni, 1975-76 tudomásom szerint, amikor elindult itt az önkormányzati piac. Hogyan lehet azt vajon megfogalmazni, hogy miben rejlik ennek a piacnak a közkedveltsége? Mint minden piacnak, az eladó és vevő közti személyes kapcsolatok kialakulásában, a széles termékkínálatban és a termékek, termékkörök választékának szélességében rejlik, hogy megnézi az ember, mit vesz, meg tudja fogni, és ha nem jó, akkor vissza tudja adni, hogy én mást kértem. Tehát ez a személyes kapcsolat, ez fontos volt mindig is, évezredekkel ezelőtt is, most is. Szerintem ez a piac jelentősége. Amikor átvette a piac felügyeleti szerepet, ezt a vezetői posztot, akkor milyen elképzelésekkel, tervekkel tette azt? Mindenképpen szerettem volna folytatni elődöm tevékenységét. Volt egy olyan gondolatom, ami nincs elvetve, tehát napelemeket felszerelni a piac tetejére, és akkor ezzel egy akár hűtött levegőt biztosítani a csarnok és az őstermelői résznek. Erre még keressük a pályázatot, szinte csak így. Rend és tisztaságot fenntartani, és a piac működését ugyanúgy folytatni. Ezek voltak a gondolatok. Hát műszakilag fejleszteni, ha lehetséges. Erre az első műszaki probléma meg is jelent, egy megoldandó dolog, hogy az őstermelő rész csarnok világítását és áramvételi helyeit kell korszerűsítsük, kialakítsuk, és ezek a munkák most el is kezdődtek egy pár napja, úgyhogy majd látják a vásárlók, hogy ez megújul. Erre nagy szükség volt. Aki kilátogat ide a Rákosmenti piacra, rögtön azzal találkozik, hogy kedvezőek az árak, és mégis nagyon széles a termékek közötti kínálat. Ez egy tudatos kialakítás, vagy már annó tudatos volt, illetve most is ezt folytatják, vagy milyen elképzelések mentén született ez meg? Hát önmagában a piac az egy önfenntartó, a kereslet-kínálat generálja mind az egyiket és a másikat is, tehát hogyha keresnek egy terméket, akkor a kereskedők beszerzik. Ha valamit nem keresnek és van, akkor egy idő után kevesebbet hoznak. A termékek közt is azt lehet eladni, ami szép. Az ár és az érték arány, mindenki maga kialakítja, hogy ez olcsó, ezt nekem megveszem, valami drágább, az kevésbé, de ez egy önfenntartó folyamat. Mi tudatosan ezt nagyon nem tudjuk befolyásolni. Amit tudunk, a piacrendelet kereteket ad ennek a piac működésének. Mi abban tudunk kicsit terelgetni, hogy milyen kereskedőket, mivel kereskedhetnek itt a piacon. Tehát élelmiszer, van egy-két ruha, új ruha, ilyen történet, de alapvetően ez egy termelői piac, és ezzel csak kereteket adunk. Tehát itt minden a vásárló és az eladó alakít, mert nem is szólhatunk bele. Hogyha egy picit visszakanyarodunk egy-másfél-két évre, és megnézzük a Covid időszakát, akkor a pandémia hogyan hatott a piac életére? Hát én nem olyan régóta vagyok itt, múlt év decemberre óta. Akkor, amikor idejöttem, láttam, hogy azért alacsony a forgalom, a kollégáim elmondásából azt tudtam meg, hogy jelentősen visszaesett a piac forgalma. Viszont, hogy vége ennek az időszaknak, optimisták vagyunk, és látjuk azt, hogy egyre többen látogatják a piacot. És szerintem ez az igény a piacra az emberekben nem múlt el egy
Covid után sem, úgyhogy bízom benne, hogy visszatér az előtti forgalom. Ahogy említi, hogy visszatér a régi forgalom, illetve most is sokan látogatják napi szinten a piacot, behatárolható, hogy egy nap mondjuk hány vásárló fordul itt meg? Exakt mérés nincsen, tehát hogy ilyen látogatottsági mérés nincsen. Olyat tudok mondani, hogy délelőtt többen vannak, mint délután, a heti elosztásban pedig hétfő a legkevésbé látogatottabb nap, és akkor ez a csütörtök péntek szombatra csúcsosodik, tehát hogy akkor vannak a legtöbben. Egyébként ez még köthető mondjuk szezonhoz is, vagy hónaphoz, akár idény zöldséghez, vagy gyümölcshöz? Természetesen igen. Mint minden zöldségnek megvan az ideje, most az eper, a palánta, az egynyári virág, most ez a szezon, utána jön majd a megy, cseresznye, barack, dinnye, és hát a krumpli, paradicsom, paprika pedig mondhatni egész évben kapható, tehát hogy vannak fix dolgok, de természetesen vannak idény jellegű zöldségek. Ha már említjük a napokat, illetve a piac látogatási idejét, akkor kérem egy picit mondjuk el kedves nézőinknek, hogy pontosan milyen házszabályok vonatkoznak a piacra, illetve a nyitvatartási idő hogyan várja a látogatókat. Nyitvatartás májustól október 31-ig, pénteken és szombaton már reggel 6-tól nyit a piac, hétfőn, kedden 8-tól 3-ig vagyunk nyitva, szerda csütörtökön este 5-ig és pénteken is 5-ig. Tehát ez a mostani nyári nyitvatartás. Gombavizsgálat május és júniusban heti 3 nap, hétfőn, szerdán és pénteken 8-tól 1 óráig. Beszélgetésünk zárásaként mit mondaná, mik a jövőbeli tervek, célkitűzések? Hát mindenképpen a vásárlók visszahódítása a pandémia után. Vannak terveink, amiről talán később. Egy kis intézkedés, amit érdemes megemlíteni, hogy a héten már a használt sütőolajat le lehet adni a piacon. Talán jelent valamit. Kicsit szélesedik a piacnak a köre, amit itt el tud intézni egy ember. Köszönöm szépen a beszélgetést, további eredményes munkát kívánok! Köszönöm szépen én is! Május legvégén, június elején milyen termékek, gyümölcsök, zöldségek találhatók meg önöknél? Hát elsősorban az eper, ami a vezető cikk, de már elkezdődött a dinnye szezon is. Még marokkói dinnye, a jövő héten lesz görögországi görög dinnye, meg olasz, de már várjuk a magyart is. A málna nem sokára jön, málnából import. A zöldséget is kérdezte? Hát a padlizsán, cukkini az már magyar tök, paradicsom, paprika már van minden szinte, uborka, ezek már mind magyar termékek, új burgonya. Mit keresnek leginkább a vásárlók, hogy látja? Hát jelenleg az eper a vezető cikk, de azért még a banánt is szépen viszik. Milyen a mostani eper kínálat? Hát az eper kínálat bőséges, nagyon finom, az árak azok azért nem éppen a legalacsonyabbak, de ahhoz képest a vevők szerintem ugyanúgy visszajönnek, mint ahogy tavaly előtt, úgyhogy. Van változás mondjuk a tavalyi évhez képest, ami mondjuk egy jelentős kiugrás? Hát az árak, inkább az árak, a minőség az ugyanaz, sőt talán még finomabb, a termelőink azok változatlanul ugyanazt kínálják, mint amit tavaly. Átlagosan milyen kiló forint áron lehet szerezni 1 kg epret most? Hát átlagosan, megmondom őszintén, hogy olyan 1200 és 1500 forint között mozognak az árak. Milyen portéka található meg önöknél? Hát a zöldség és gyümölcs kínálatuk elég nagy. Paradicsom, paprika, azt mondja, uborka, akkor vannak a kabakosok most már, eper, a régi krumplinkból még van, a régi répánkból még van, de már nem sok, úgyhogy majdnem minden a kínálatból van, az őszi baraszt még nem ért meg, az a gáz van, mert jelen pillanatban sajnos hullik le. Úgyhogy én nem tudom, a tévéhíradóban láttam egy pár dolgot, de sajnos egy fagyot kapott. Még mínusz 5-öt kapott a április közepe felé. És akkor még nem jelent meg ez a fagykár, de utána viszont már igen.
Tehát most lehet látni, amikor a gyümölcsök ugye egy kicsit beértek, és hullik le. Ezeknek a gyümölcsöknek és zöldségeknek a jó minősége miben rejlik? Hát a gondos ápolás, meg a rendes, hogy is mondjam, tápértéktartása, tehát trágyázása, stb. A föld megmunkálása. És hát ugye a napfény, meg az idő, amit ugye nem nagyon tudunk befolyásolni. Úgyhogy a legjobb lenne, hogyha, mit tudom én, ha visszamennénk egy 20-30 évvel ezelőttre, amikor ugye a tél az tél volt, a nyár az nyár volt, akkor lehet, hogy még ízletesebbek lennének a gyümölcsök. De így, hát így megpróbálunk mindent kihozni belőle, amit csak tudunk. Milyen palánták találhatók itt meg a standon? A standon megtalálható 13 fajta paradicsompalánta, paprikapalánták vannak, petrezselyem zeller, padlizsán van, ilyen fajták vannak, nagyon vannak a koktélok, van datója, nagyon finom édes, tigriscsíkosok vannak, ökörszív, úgyhogy nagyon sok fajta. Paparadicsomok vannak, bokorparadicsomok vannak, ezt már nagyon régóta, 35 éve csináljuk a piacon, vásárlók visszajárnak, úgyhogy meg vannak elégedve a termékkel. Hogyan tudta kialakítani azt a kört, akik évről évre visszajárnak, ennek mi lehet a titka? Mi lehet a titka? Hát én úgy gondolom, hogy mi már 35-36 éve itt vagyunk a piacon, tehát a palántát is nagyon régóta árulom. Elől vagyok a világgal, tehát nekem megvan az a vevőköröm, amit én már az idő alatt, 35 év alatt kialakítottam. Úgyhogy úgy látom, hogy visszajárnak, kedvelnek a vevők. Hát ennyi. Az árak mondjuk az egy vagy két évvel korábbiakhoz képest? Soha nem lehet előre tudni, mindig az időjárástól függ legfőképpen. Most azért jobb termések vannak, mint az előző években voltak. Viszont emelkedett a műtrágya ára, az üzemanyag költségek, így ami a bővebb termés lefele viszi az árakat, a költségek meg fölfele. Meg a szedők, mert régen napi 5000 forintért eldolgozott egy szedő, egy 5-6 vagy 10 évvel ezelőtt, ma már 15000-ért nem lehet szedőt kapni. Nagy a forgalom napi szinten így késő tavasszal, akkor a nyár elején? Nem tud olyan nagy forgalom lenni, amivel én elégedett legyek, de igen, ilyenkor már nagyobb, mint a téli hónapokban. Említette az időjárást, most hogy látja, hogyan alakul, jó hatással van ez az idény termékekre? Eddig nem panaszkodhatunk, volt egy kis eső is, süt a nap, meleg van, olyan fagyok nem voltak, ami miatt lefogyott volna, ami volt, az minimális volt. Szóval most az időjárásra nem panaszkodhatunk eddig. Korábbi években lehetett hallani, hogy volt egy-két olyan kártevő, rovar vagy bogár, amit tönkretette vagy megrágcsálta a még fejlődésben lévő zöldséget vagy gyümölcsöt. Idén még nem történt ilyen? Erről nem beszéltem a termelőkkel. A dió az, ami kedvelt célpontja a kártevőknek, de most ilyen visszajelzés még nem volt. Mi az, amit még szívesen ajánlanak a vásárlóknak? Hát, mint gyümölcsfajták, a gyümölcsöket, hogyha nézzük, akkor a barack a következő, megy cseresznye, amit nagyon-nagyon szeretnek, és már nagyon sokan várják, csak hát még ugye meg kell várni az érési időt. Az almát még mindig keresik természetesen, úgyhogy nagyjából, és majd a dinnye. De ez ilyen sorrendben a következő. Az idei tavasz, idei kedvezően hat ezeknek a termékeknek, gyümölcsöknek, zöldségeknek a fejlődésére? Már sajnos egyik tavasz sem hat kedvezően a zöldségnek, a gyümölcsnek a fejlődésére, mert sajnos nincs tél.
nyert, meg nincs nyert. Tehát tavasz egyetlen eltűnt. Az ősz is eltűnt, meg a tavasz is. Tehát szerencsétlen növények nem tudják, hogy mikor virágozzanak, pontosabban túl gyorsan virágoznak, és sajnos ez a baj, hogy lefagy a virág, megfáznak a növények. Idén mire van a legnagyobb kereslet, hogy látja? A paradicsompalántára van a legnagyobb kereslet, és akkor utána először a paradicsompalántákat viszik, utána a paprikapalántákat viszik, és utána közben azért viszik a zeller, petrezselyen, tehát ilyen palántákat, ez nagyon bevált. És ugye megvannak elég, ez nagyon sokat számít. Tehát nagyon sok fajtánk van, évről évre csináljuk ugye ketten a férjemmel, kertészek vagyunk, úgyhogy ennyi. Árak tekintetében mondjuk az idei esztendőben hogyan változott a tavalyihoz képest? Hát a tavalyi az 300 és 350 forintért adtam. Most mivel nekünk is emelkedtek a költségeink, így 400 forintért adom a palántákat, a paradicsom paprikákat, az zellerek, azok 150 forintok, tehát az uborka, padlizsán, ilyesmi, azért azok 500-as, meg az uborka palánta. A paradicsom palántáról most már több ízben beszéltünk. Van valami titkos trükkje annak a kiültetésére, elültetésére? Nincsen. Hát ugye mindenkinek elmondom, hogy mit, hogy kell ültetni, mert nyilván a fa paradicsomokat ugye mélyebbre ültetjük, tehát egy araszra leültetjük, mert ugye az addig meggyökerezik, és akkor utána tud felmenni egy két és fél méter magasra. És ugye kacsozni kell őket a fa paradicsomról ez, és akkor vannak ilyen közép-termetű paradicsomok, meg vannak bokor paradicsomok, hát általában elmondom, hogy melyiket hogy ültesse, és általában megfogadják, és jönnek vissza velük. Menti piacról. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor ismét hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!